A minél kedvezőbb foglalkoztatási helyzet elérése érdekében a kormány a foglalkoztatást bővítő, fejlesztő projektekkel igyekszik országos szinten is folyamatosan javuló tendenciát elérni. A Dunaújvárost és térségét érintő foglalkoztatási projekt lehetőségeiről beszél Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár. Mint mondta, Magyarország kormánya az Európai Bizottsággal közösen célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködés támogatását. A Duna Munka Top projektben is ennek kivitelezése a cél. A cél elérését a kormány a foglalkoztatás fejlesztésben érintett helyi, megyei szereplők együttműködésével tervezi megvalósítani. A helyi szinten létrejött több szereplős együttműködések az Európai Unióban már évtizedek óta a legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési megállapodások. Az együttműködések elsődleges célja az adott térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése, amely célokat a paktumokkal a lehető leghatékonyabban tudják elérni. A projekt nyitó konferenciáján részt vett Galambos Dénes országgyűlési képviselő is, aki a helyi foglalkoztatási együttműködésről beszélt. Mint mondta, kiemelt feladatot jelent a munkaerő biztosítása, valamint a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó képzések megvalósítása. Azt gondolom, hogy országgyűlési képviselőként nagyon fontos feladatom az, hogy arra hívjam fel a figyelmet, amelyet államtitkár úr már elmondott, hogy ez a területfejlesztési operatív program részeként a mai nyitókonferencián részletében is kifejtésre kerülő program. Ez egy komoly együttműködést igényel, és bizonyos fokig a választókerületi képviselő számára is egy új feladatot jelent. Cserna Gábor polgármester arról a problémáról beszélt, ami szerint a munkáltatók és a munkavállalók igénye számos esetben nem találkozik egymással. Emiatt tekintette a város közgyűlése kiemelten fontos lehetőségnek ezt a pályázatot. A munkaadók, a munkáltatók és a munkavállalók igényei sokszor nem találkoznak. Nagyon fontosak az olyan programok, akár uniós, akár állami forrásból, mint a jelenlegi topos pályázatunk, amelyek megpróbálják a legérintettebbek, magyarul az érintett munkavállalók bevonásával, az érintett munkaadók támogatásával megtalálni azt az egészséges arányt, amely alapján mondjuk a frissen végzett felszolgálók, vagy éppen szakácsok, vagy bármilyen területre gondolhatok, nem munkanélküliként, nem a munkaegyi központban kezdik úgymond a felnőtt világot. A projekt során a Dunaújvárosi igényekhez igazítva valósítják meg a képzési és foglalkoztatási programot. Ezzel elősegítve a térség munkavállalóinak elhelyezkedését. Olyan perspektívát, olyan lehetőséget, további lehetőséget tudunk az velünk együttműködő munkáltatóknak nyújtani, amelyek azt hiszem, hogy a helyi problémákra gyógyírt jelenthetnek. Ugye 2016. szeptember 1 és 2020. december 31 közötti időszakról beszélünk, hiszen a megvalósítás időszaka ez, mintegy 620 millió forint áll rendelkezésre, amit megpályáztunk. A fejlesztéseket három szinten hajtják végre, így megyei, valamint megyei jogú városi és járási szinten. Eszerint Fejér megyében a partnerségi megállapodásban Dunaújváros és Székesfehérvár, mint megyei jogú város, illetve hat további település vesz részt.